A Klebensberg intézmény fenntartó központ szerencsi tankerülete köszöntötték az oktatás és nevelés intézmények dolgozóit pedagógus nap alkalmából június 2-án a Rákóczi Vár Színház termében. A Rákóczi Zsigmond kétannyelvű általános iskola és művészeti iskola növendékei műsorral, zenei produkciókkal, versekkel és néptánc bemutatóval mondtak köszönetet tanáraiknak áldozatos munkájukért. A bemutatót követően Nyíri Tibor lépett a mikrofonhoz, aki ünnepi beszédében kiemelte, hogy a pedagógusok munkája nehezebben mérhető, hiszen csak részben jár együtt, azonnali sikerrel, valamint olyan erőfeszítések sorozata, melynek eredményét csak évek, esetleg évtizedek múltán látható. A szerencsi tankerületi igazgató arról is szólt, hogy a tankerületben a tanárok és az őket segítők magas színvonalon végzett munkája nélkül elképzelhetetlen lenne a nehéz sorban élő és hátrányokkal küzdő gyerekeket megillető esélyteremtés. Az iskolában a pedagógus nem csupán nevelő oktató, hanem sokszor szervező pszichológus, tréner, terapeuta, családgondozó, felnőtt képző, betegségdiagnosztizáló, szociális munkás szerepbe is kerül, emelte ki Nyíri Tibor. A tankerületi igazgató ehhez azt is hozzátette, hogy az oktatás-nevelés közös munka, ahol a társadalom, a család és a pedagógus csak együtt tudja betölteni feladatát, csak csapatként lehet a gyermek biztos jövőjének záloga. Az ünnepi eseményen bejelentették, hogy Szepesi Józsefné, a Mádi Koroknai Dániel tehetséggondozó általános iskola igazgatója, Apáczai Csere János díjat vett át Budapesten Balogh Zoltántól, az Emberi Erőforrások miniszterétől és Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkártól munkája elismeréseként. Nyíri Tibor ebből az alkalomból virágcsokorral köszöntötte a Mádi iskola igazgatót. A rendezvény végén 35 általános iskolai tanárnak munkájuk elismeréseként oklevelet nyújtott át a szerencsi tankerületi igazgató.